10 napjuk volt a szekszárdi önkormányzati képviselőknek, hogy véleményezzék a megyei jogú város idei költségvetés tervezetét, és módosító javaslatokat fogalmazzanak meg azzal kapcsolatban. Ez az időszak csütörtökön járt le, így a Tolnai megyeszékhely polgármestere közgyűlési hatáskörben eljárva pénteken el is fogadta a büdzsét. Erről beszélt a hét utolsó munkanapján Ács Rezső, a megyei jogú város polgármestere. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság kért néhány módosítást. Ezek közül az egyik az volt, hogy a helyi mentálhigiénés műhelyt idén is támogassa az önkormányzat. Ezt a polgármester el is fogadta, valamint a hivatal munkatársaival arról is döntöttek, hogy ugyancsak 500 ezer forint támogatást kap a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány is. Tamási Anna, a polgármesteri hivatal gazdasági igazgatóságának vezetője azt mondja, érkezett a gazdasági bizottság részéről olyan módosító javaslat is a költségvetéssel kapcsolatban, amit nem láttak indokoltnak támogatni. Az egyik ilyen igény az volt, hogy az önkormányzat ne segítse pénzzel az idei év augusztusában Szekszárdra tervezett íjászvilágbajnokság megszervezését. A GVB szerint az erre szánt 6 millió forintot a bizottsági keretekbe kellett volna átcsoportosítani. Ez viszont Tamási Anna szerint nem volt indokolt. Augusztus végén kerülne megrendezni, vagy tervezik megrendezni. Teljesen bizonytalan, hogy addigra felszabadul-e ez a kötöttség, lehet-e már ilyen rendezvényeket tartani, amennyiben ez valóban elmarad, és ez kiderül, akkor minden további nélkül ehhez a pénzhez addig nem nyúl hozzá a város, tehát akkor még mindig át lehet csoportosítani. Ács Rezső, a Tolnai megyeszékhely polgármestere azt mondja, az idei év költségvetésének tervezésekor a járvány elleni védekezés miatt a legfontosabb az volt, hogy az önkormányzat működése biztosítva legyen. Ugyanakkor nem mondtak le arról sem, hogy fejleszék a megyei jogú várost 2021-ben. A legfontosabb az, hogy stabil működés legyen. Végre az egy év tetszolt állapot után épül járva, épüljön út, és újjönnek meg az iskolák, óvodák. Ács Rezső a sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy a veszélyhelyzet alatt érezhetően felgyorsultak a városi beruházások és azok előkészítő munkálatai. Példaként említette, hogy Szekszárdi edzőjének vezetésével intézkedési tervet dolgoztak ki a polgármesteri hivatal munkatársai, hogy minél gyorsabban haladhassanak a tavaly lelassult fejlesztések. Ha az elmúlt évre visszanézünk, akkor parkolóház, karbonmentes házat, a folyamatos gondolkodás, vagy éppen a turisztikai eszközbeszerzés pályázatunk az ezért állt meg, mert újra gondolták a többségben lévők a beltartalmat és a tervezést. Ez pedig azt eredményezi, hogy 3-4 év munka megy a levesbe, és tulajdonképpen ezek a források el fognak veszni. Szekszárdon idén a város költségvetési főösszege 18 milliárd forint lesz.